Szevasztok, Marcel vagyok, és ez itt a Túlélni apámon következő videója. Eljöttünk asszonnyal Kamagajába, ez Funabastól kicsit északnyugatra van, következő város. Már itt van egy ilyen, hogy Los Angeles depó. Állítólag ez itt Chibában, de lehet, hogy Japánban a legnagyobb ilyen vintage amerikai cuccokat áruló hely. És már meg akartam nézni körülbelül fél éve. Hát az épületről és a helyről nem vagyok annyira elragadtatva egy kívülről, de azért a biztonság kedvéért nézzük meg, hát ha találunk valami mókás amerikai cuccot itt Japánban. Nézzük. Na hát, így néz ki a bejárata. És a gimbálom közben hülyeségeket akar csinálni, na mindegy. Oké, mehetünk. Közben felvettem maszkot a biztonság kedvéért, hogy ne szóljanak be. Itt van jobb oldalt a parkolója. És ja. Látjátok itt régi poszterek, eredetinek tűnnek, táblák, meg ilyen régi mesés Chevrolet Sumo. Na nézzük, mik vannak itt. Ez egy versenyszánkó? Szerintem igen. Ilyen kell nekem. Onnan tudom, hogy jó minőségű-e. Vagy sem. Oh. Ilyen tablóvigyulák kell nekem. Yeah,
legszerű a Chevrolet? Ez Chevrolet, nem tudom. Ez király. Még vannak még itt, ami ilyen nagyon tukó. Ezek a tüvegek azért nem túl rosszak. Be tudok jutni. Vannak Snoopy-s cuccok, meg ilyen régi plakát. Ki van, bejutunk oda. A 80-as évekbeli matricák. Snoopy-s. Akármit, játékot, Wrecker. És állítólag ezek itt mind eredeti cuccok, tehát nem ilyen utánnyomott 2000 utániak. Ja, ezen például látszik is, hogy ez nagyon használt ilyen. Az. Elektro Rocket Launcher, Rocket Launcher, jól megmondtam, Rocket Launcher. Kenyérpirító, mi van itt? Kurva ijesztő, Bambi és Mickey Egér. Másik ijesztő, Boba. Marilyn Monroe-s tű. Igen, ez ilyen gombos tükből van oda csinálva, hogyha megnéztek közelről, szerintem látszik. Itt van ilyen régi plakát. Gyere bulikázzál velünk. Na azért vannak itt újdonságok, azt azért hozzá kell tenni, tehát én. Nem minden annyira vintage azért, de ez a kerkerek igen. Hát nem tudom, hogy ez ennyi-e, de láttam, van egy olyan hely, hogy csak tagok léphetnek be oda. Hogy az mit jelent? Halvány fogalmam sincs, de az annyira nem tetszik. Magunkat csináltunk tagságot csak a videóért, úgyhogy csak nektek lájkoljátok. Litti ezért, hogy ilyeneket csinálunk itt nektek. Azt mondja, hogy antik bútorok vannak itt lent. Ezt már jobban szeretem. Ezt tetszik ez a ég, ups. Így jobban látjátok. Antik kalitka. Na, ezt már jobban szeretem. Régi mindenféleségek már. Régi lámpa, most nézem már, látjátok ezt már? Ezt már szeretem. Ez már nekem való jobban ment, ami fent volt. Régi utazótáska. Régi
katonai dolgok. Régi... mi ez? Barberszék. Borbészék van ez. Mert régi parkolóra, azaz. Régi parkolóra. Na gyerekek, látjátok? Ezért tényleg megérte eljönni. Szentilét az úgy közepesen jött át. Ez? Már igen. Ezzel megpróbálom úgy venni a dolgokat, hogy az asszony ne legyen benne. Tudom, hogy ti szeretnétek látni, de az a csatorna célok között van, hogy ez hogyan lehetséges. Uhaha. Nézzük. Van egy eredeti táblák. Ez jobb, ezen nincsen amerikás izé. Csak a formája olyan, mint a bogár hátuk. Nem tudom mi ez, de valami olyasmi. Fasz a űrszékek. Kristóf, itt vannak az űrszékeid. Mennyibe kerül ez? Olyan 400 ezer forint. Pont jó. Nagyon régi földgömbök, még régebbi tévé. Régi filmvetítő? Vagy kamera? Ez most nem tudom melyik akar lenni. Valaki tudja, írja már meg kommentbe. Legyen olyan kedves. De ez? Na. Egyből jobb kedve mik lett. Harkergép, azt mondja, ne játszunk vele. Hát köszi. Ja, ebben is ilyen izék van. Nem tudom ennek a játéknak a nevét. Szerintem tudjátok, hogy mi ez. Ja, vannak itt azért jóságok. És ezután, ha már itt vagyunk Kamagajában, elmegyünk, itt van egy nemzetközi borászbolt. Azt megnézzük, hogy jó-e. Szerintem azt belerakom még ebbe a videóba. Ez egy kurva kényelmetlen széknek tűnik, de az biztos, hogy masszív, és ez nem fog csak úgy összetörögetni. Hát látom, ennek a középsévege már nincs meg. Ez már vágódeszka, ez egy pából van. Sporhő. Hát akkor lenni. Nem, csak sem a tűzhely. Sok régi ilyen amerikai dizájnos, tehát főleg a mese dolgok, elég ijesztőek azért. Nem mint, hogyha én ilyen fostor gyerek lennék, de arra kelnek fel az éjszaka közepén, hogy hirtelen ezek vannak az ágyam mellett, akkor lehet, hogy pisítanék, mint egy malac. Tudod, hogyha előtte nem voltak ott. Ez is jó, ez a kis lelakatolható tároló fütyula. Ez az asztal, ez kellene számítógépezni. Ez elég királyon néz neki. Az biztos. Mondjátok meg, nektek is tetszik-e? Vagy csak én vagyok ilyen antikos gyerek?
De szerintem találtuk itt a videóban azért olyat, amit tetszik nektek. Legalábbis remélem. $280,000 jön ez a kis... szerintem ez irattartó. Egy kis, azt valószínűleg van, vagy 500 kiló. Megnézzük a másik tele zárt. Ja, zárt. Ez itt ennyi. Szerintem elég király volt, főleg ez a szint. Ez nekem, ez jobban bejött. Menjünk borozni egyet.